Isten hozzájössze. Köszönöm szépen. Hála szépen köszönjük minden. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Isten áll.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a lelkedben. Kedves testvéreim, amikor ezt a megújított templomot ünnepélyesen megáldjuk, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet. Bűnbánatunk jeléül és keresztségünk emlékezetére ezzel hint meg minket az egyház. Istenünk, általad nyer életet minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodsz rólunk. Szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz a főhöz újra meg újra visszavezetsz minket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztség vizében újjászülettek, Krisztussal együtt új életre támadjanak, és titokzatos testének tagjaivá legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy reánk és ennek a templomnak a falaira hintve emlékeztessen keresztségünkre, amely által Krisztusban a Szentlélek templomává lettünk. Mindenható Örökisten, árasz ki kegyelmedet erre a helyre. Adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a templomnak tudatos, buzgó és állandó látogatásával az ő jelenlétük legyen házad igazi ékessége. Áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal széppé tették ezt a templomot. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten, és a Szent Mise áldozat bemutatása tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön mindenható örök Isten, add, hogy mindenkor őszinte szívvel és készséges akarattal szolgáljunk fölségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
Testvérek, mivel olyan kiváló főpapunk van, aki átlagolt az egyen, Jézus az Isten fia, ezért legyünk álmodatosak a mi vallásunk. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngességeinkkel, hanem olyan, ami hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, a bűntől azonban mentes van. Járjunk tehát bizalommal a kegyelmünkhoz, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Ez az Isten kéje. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt alpolgármester úr, képviselők, társadalmi, politikai életünk jelenlévő tagjai, mindnyájan kedves testvérek, ma missziós vasárnap van.
És ilyenkor a missziókra gondolunk. Eszünkbe jutnak azok az atyák, azok a nővérek, akik az elmúlt századok során Magyarországról misszióba mentek távoli vidékekre. És ma olyan helyzetben vagyunk, hogy Lujdi Már testvérünk olvasta föl nekünk a Szent Evangélium tanítását, aki Venezuelából jött bennünket misszionálni, és a papság szentségének felvételére készül, Isten segítségével a következő évben ő is az új misések között lesz. Imádkozzunk, imádkozzunk érte, hogy a szolgálatát a mi egyházmegyénkben hatékonyan és jól tudja majd teljesíteni. És imádkozzunk a mai napon, szerte a világban a missziókért, azért, hogy az evangélium ügye minden ember szívéhez eljusson. Elsősorban mi természetesen a saját környezetünkre gondolunk, saját magunkra, hogy mi valóban beengedjük az evangéliumot szívünk mélyére, és azokra a szomszédainkra, ismerőseinkre, akik még nem, vagy már nem akarják Jézus evangéliumát életük középpontjává tenni. A mai evangélium látszólag egyáltalán nem arról szól, hogy mi egy megújított templomnak a megáldására jöttünk össze. Mégis, ha belegondolunk, az igazi templom az nem ez a kőből épült ház. Olyan sokszor el szoktuk mondani, mi vagyunk a valódi templom. Egy egyházközségnek a tagjai, a hívei, egy egyházmegyének a hívei, mi vagyunk az élő kövekből épült templom. És olyan főpapunk van ebben a templomban, hallottuk a zsidókhoz írt levélből, aki együtt tud érezni a mi gyengeségeinkkel. Mert bizony vannak gyengeségeink azon túl is, hogy mi magunk is missziós egyházzá, misszionálásra rászoruló egyházzá váltunk. Bűnös nép vagyunk, bűnös emberek vagyunk, akik a templomban minden szentmise elején elismerjük bűnös voltunkat. Nem abban különbözünk azoktól, akik nem járnak templomba, hogy mi különbek vagyunk, mi jobbak vagyunk. Törekszünk rá természetesen. Törekszünk arra, hogy jók legyünk, hogy az Isten törvényét megtartsuk. De mi azt is látjuk, hogy ez nem mindig sikerül. Azt is látjuk, és képesek vagyunk bocsánatot kérni érte, amikor valamit nem jól csináltunk, vagy nem elég jól csináltunk. Olyan főpapunk van, aki együtt érez a gyengeségeinkkel, aki közben jár értünk, aki megbocsát nekünk. Ezért jó az, hogy minden szentmise elején a közgyónásban bocsánatot kérünk, hogy aztán méltók legyünk arra, hogy az ő asztalának a vendégei legyünk, és a szent áldozásban ő saját magával tápláljon minket. A mai evangéliumnak a tanítása arra emlékeztet bennünket, hogy a legnagyobb bűnök közé tartozik az, amikor zsarnokoskodás, hatalmaskodás fordul elő közöttünk. Az élő kövek között is előfordulhat ilyen. Mi vagyunk az egyház élő kövei. Hallottuk a mai Szent Evangéliumban, hogy a három kedvenc apostol közül, hiszen tudjuk, három olyan apostola volt a 12 közül Jézusnak, akik közül Péter, János és Jakab ott voltak vele a legkülönlegesebb, a legbensőségesebb alkalmakkor. Ő volt az a három, akit mindig kiemelt. És közülük kettő, akik testvérek voltak, Jakab és János, egyszer oda mentek hozzá azzal a kéréssel,
hogy ha majd ő eljut az országába, hát akkor hadd ülhessenek ők a jobbján meg a balján. A két legelőkelőbb helyen, mint a legfontosabbak. Nagyon tudatában voltak annak, hogy ők kiválasztottak, hogy ők fontosak Jézusnak. Olyannyira, hogy elvakultá, elfogultá tette őket. Azt hitték, hogy ők fontosabbak másoknál. Jézus leinti őket, és azt mondja, hogy meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedem. Nyilván arra a vérkeresztségre gondolt, ami a keresztfán várt rá. És ők mondták, hogyne, persze, megtudunk, csak ülhessünk a jobbodon meg a balodon. És aztán elmondta nekik, hogy erről nem ő dönt, hanem a mennyei atya. És a többi tanítvány mit csinált? A többi tanítvány mérges lett. Nehezteltek rájuk, hogy hát ez a kettő mit képzel magában. És mi hol maradunk? Ők se voltak különbek a Deákné vásznánál. Mintha csak saját magunkra ismernénk rá Jézus tanítványaiban, közöttünk is előfordulhat vetélkedés, előfordulhat saját magunk személyének az előtérbe helyezése, nem csak az egyházközségben, hanem a munkahelyen, hanem az iskolában, hanem bármilyen más közösségben, emberi gyengeség közöttünk is felüti a fejét, hogy különbeknek, fontosabbnak érezzük esetleg magunkat. Jézus erre összehívja mindegyiket. Azt mondja, hogy semmiféle zsarnokoskodásról szó ne essék közöttetek. Nem arra hívtalak benneteket, hogy egymás fölött uralkodjatok, hogy ki legyen jobb oldalon és ki legyen bal oldalon. Ne legyetek olyanok, akiket a világ urainak tartanak, akik zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek ne így legyen. Aki nagyobb akar lenni, az legyen a szolgátok. Erre tanít bennünket a Mester. És milyen sokan itt vannak közöttünk a templomban, akik a hétköznapjaikban meghallják nap mint nap ezt az üzenetet. És ne büszkén, nem melveregetve gondoljunk erre, hanem hálaadással. Azok az édesanyák és édesapák, azok a lelkipásztorok, akik szolgálják a rájuk bízottakat. Jézus tanítása szerint közöttetek ne úgy legyen, aki legfontosabb akar lenni. Persze nem ezért teszi, aki igazán szolgál, hanem szeretetből. De ezáltal a legfontosabbá válik, hogyha képes szolgálni egy édesanya vagy édesapa a családját ezer módon, amikor a feladatait teljesíti szeretetből. Ez az a szolgálat, amire Jézus tanított bennünket. És ennek a templomnak az ünnepe, ennek a kövekből épült, csodálatosan megújult és megszépült templomnak az ünnepe, erre emlékeztet bennünket. Hogy olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken, és aki ugyan maga bűnt nem követett el, de képes együtt érezni a mi gyengeségeinkkel. A keresztség által megmentett bennünket a keresztvíz fürdőjében. És ma a Szent Mise elején, amikor a szentelt vízzel meghintettem a testvéreket, először magamat, és mindannyiunkat arra emlékeztetve, hogy rászorulunk újra és újra erre a fürdőre. Azért, hogy méltók legyünk ehhez az asztalhoz járulni, a szent áldozásban megtisztítani magunkat, és táplálni lelkünket az élő Krisztus kenyerével. Igen.
Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban volt, figyelmeztet egy helyen Szent Pál apostol, aki Istennel való hasonlatosságát nem tekintette olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem megalázta magát, és engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez az engedelmesség, ez az alázat, ez a szolgálatkészség az, amit megtanulhatunk ettől a kőből épült templomtól, amely szépségével arra hívogat bennünket, hogy mi is legyünk ilyen alázatosak, ahogy ez a templom itt megbúvik a természet szépségei között, a hatalmas nagyfák fölé nőnek, nem hivalkodik, meg itt vannak a hegyek körülötte, senki nem látja, hogy ki lakik itt, csak az, aki egészen közel merészkedik hozzá. 200 méterről észre se lehet venni. Tanít bennünket ez a templom az elrejtettségével, azzal, hogy megbúvik a fák és a hegyek között. Mi is ezt a lelkiséget kövessük, Jézus Krisztusnak a lelkiségét, aki képes egy kis ostyában, az oltáron, a tabernákulumban, a kenyér színe alatt ott lenni közöttünk. Azért, hogy aki betér ebbe a templomba, vagy bármelyik más katolikus templomba, ahol az oltári szentséget őrizzük, hogy velünk találkozzék, hogy minket megerősítsen, hogy hűséges tanítványává tegyen bennünket, és hogy a lelkiismeretünket fölszítsa arra, hogyha idáig eljutottunk, mindez még nem elég. Nem elég, nem elég. A missziós vasárnap arra emlékeztet bennünket, hogy a hitünket meg is kell vallani. A templom, ez a kőből épült templom megteheti, hogy megbúvik itt a hegyek között, meg a fák között. Nekünk az emberek között is meg kell vallani a hitünket. Nem meldöngető módon, nem olyan módon, hogy hivalkodunk azzal, hogy mi Krisztus követségében és nyomdokain járunk, hanem szelíden, szeretettel. De ha kérdeznek bennünket, akkor igenis tanúságot kell tennünk a reményünkről. Mert nekünk olyan reményünk van, amelyet a világ nem adhat meg senkinek, nem adhat meg nekünk sem. A mi reményünk felülmúlja minden földi várakozásunkat. Hiszen az a Jézus Krisztus, aki áthatolt az egeken, áthatolt akkor is, amikor a földre született, és áthatolt akkor is, amikor a mennybe ment, meghívott bennünket is, hogy hozzá költözzünk. Meghívott bennünket is, hogy földi életünk után az ő örök életében részesedjünk. És ez a mi boldogságunk, ez a mi örömünk igazi oka. Nem vagyunk árvák. Nem vagyunk magunkra hagyottak. Nem a semmi felé halad az életünk, hanem éppen ellenkezőleg a minden felé, aki maga az Isten, és aki vár bennünket, és aki templom látogatásaink során, szentségekben való részesedéseink során, már itt a földön felkészít bennünket az örök boldogságra. Azt kívánom mindenkinek, minden helybédinek, felsőhámoriaknak, miskolciaknak, és azoknak a turistáknak és zarándokoknak, akik ide betérnek, hogy ez a templom legyen egy meghívó. Meghívó arra, hogy mi Isten országának polgáraira, polgárságára kaptunk meghívást, hogy aki ide betér, ha egy pillanatra, egy gondolat erejéig is, ha hittel még csak a kezdeteknél tart, felismerje azt, hogy itt azzal találkozik, aki életünknek a teljességét tudja megadni nekünk. Ehhez segítsen bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Amen.
hiszek az egy Istenben, minden a Atyában, mennyi Istenben, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született bennem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi közösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Élet helyéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pontius János alatt értünk keresztre feszítetté, kimarált szenvedetté és eltemetté, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és értetőben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Anya Szent Egyházban, vallom az egy keresztségre, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örökké életet. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy ugyanaz a lelkület éljen bennünk, amely Szent Fiát, Jézus Krisztust eltöltötte. Aggódunk, hogy egyházban gázolja az alázatosság szellemében híveinek szellemei bűnöket. Hallgassunk! Kérjük téged, hallgassunk minket! Aggódunk, hogy a szerzetesek életéből felismerjük az evangélium tanácsot, a szegénység, a tisztaság és az engedelmességért. Hallgassunk! Kérjük téged, hallgassunk minket! Aggódunk, hogy a világvezetői tisztségüket nem uralkodnak, hanem szolgálatnak nincsék. Hallgassunk! Kérjünk téged, hallgass meg minket! Az, hogy a szenvedő testvéreik elfogadják ezekből a keserűség helyét, a maguk és másik közösségéért, hallgass meg minket! Kérjünk téged, hallgass meg minket! Az, hogy a kísértés nehéz munkáiban és hűségesek maradjunk szent akaratodhoz, hallgass meg minket! Kérjünk téged, hallgass meg minket! Az, hogy a halál küszöbét átlépve, fiatal szomorúan, mi is eljussunk az örök dicsőségbe. Hallgass meg! Kérjünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk Csepelényidő, György boldog állatásáért. Aggódunk, hogy az ő példája megerősítse minket a katolikus hitben, és mielőtt a boldogok között tiszteltessük. Hallgass meg! Kérjünk téged, hallgass meg minket! Mennyei atyánk, aki fiadat azért küldted a világba, hogy mesterünk és példaképünk legyen, engedd, hogy az ő nyomdokain járva eljuthassunk hozzád, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretéről és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházra várunk. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk eléd. Kegyelmet segítségével tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Emeljük föl szívünket! Köszönjük az Úrhoz! Adjunk hálát! Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, minden. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével
éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálunk, életünk, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
ő általa, ő velem és ő bennem, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelőjetek és szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére. Köszönöm.
Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, gazdagíts bennünket mennyei ajándékot gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretném megköszönni először is a híveknek, hogy ide járnak templomban, akik imádkoznak, hiszen a templom azoknak készül, akik használják, akik számára valóban az imádság háza. Valaki már idősen is úgy hozzák meg, hogy áldozatos módon, de eljönnek a templomba is imádkoznak. Ők a templom legszebb részei. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik bármilyen formában segítik és támogatták a templomnak a folyamatos működését, vagy támogatták imával, vagy akár anyagilag a templomnak, a liturgiának a működését, hogy folyamatosan tudjunk imádkozni a hívekért és minden emberért. Külön szeretném megköszönni a vállalkozónak és a kivitelezőnek, Takács Péter úrnak, aki az ő munka és munkatársai által épült újjá ez a templom. Teljes tetőcsere, aki a Facebook oldalokra fel tud lépni, az látható, hogy túlna vannak felvételek készülve, ott látszik, hogy milyen gyönyörű szépen a templom, meg maga a tárgy, az egész a festői környezetben elhelyezve ez a szép munka. Hálásan köszönöm neki a munkáját, és bízom abban, hogy nagyon sokáig is ilyen szépen ragyog van a templom is, és hogy tartós is lesz. Köszöntöm Szabó Zsoltot, aki a műszaki ellenőre volt ennek az építkezésnek, és segítője. Csak amúgy az egyházközségben ilyen építkezéseknél, de bármilyen jelenlegi munka van, mindenféle segítséget megad nekünk. Szeretnék hálát adni a képviselőtestületnek a tagjainak. Most éjjel-nappal egy hétig dolgoztak plébánián, templomban, mindentől, hogy szépé tenni, szépé varázsolni, meg hogy az ünnepség nagyon szép legyen. Köszönöm meg is a munkájuk. Köszönöm külön az énekkarnak is a munkájuk, a Diózsi Rének, akik eljöttek ide, és hát gyakorlatilag a liturgiát igazából szépé felelelővé teszik, az imádság mellett, az imádsággal együtt, maga az ének, ami önmagában is ima, de ahogyan előadják is, ahogyan énekkel imádkozzák, az valóban gyönyörűvé teszi. Köszönöm nekik is minden gyakorlást, próbálnak itt a magában a liturgiában részletnek. Köszönöm mindenkinek, aki eljött és megtisztelt bennünket a jelenlétükkel, külön a minisztránsoknak is köszönöm, hogy mi vasárnap délután külön még eljöttek erre a szentmisére, külön a bortestvéreknek, és hát végül érkezte meg Érsek Atyához, aki a mi meghívott vendégünk, és aki megáldotta a mi templomunkat. Ahogy Tibor is mondta az elején köszöntőjében, hogy egy egyházközség számára nagyon nagy ajándék, hogy a főpásztor személyesen jön el, megnézi az életünket, lát bennünket a templomban is azt, hogy mit dolgozunk. Persze ez egy mozzanat, de mert ő azért sokkal többet tud, hogy látja a hétköznapokat is, de hálásan köszönöm neki minden támogatását, mind a lelkipásztori támogatását, mind az anyagi lehetőségeket is. Maradunk úgy a saját erőnk, ezt nem tudtuk volna megvalósítani, ezt a felújítást, és most már látszik, hogy gyönyörű szépre, és az Isten azon is megemlékozott bennünket,
hogy itt a kilátó és egy két ezelőtt készült nekik, hogy a turista útvonal, úgy ilyen transzitnek tulajdonképpen a templom előtt vonulnak el az emberek, és sokkal többen benéznek maradok a visalra, de mindenképpen a templom úgy az embereknek is most már útjába esik, a másik, ami a turista útvonal miatt, de feljönnek maradok a imádkozók, én is voltam, amikor bejött a imádkozók, és elég sokan bejöttek, benéztek, kicsit imádkoztak, fényképeztek, ki mit csinál, de mindenképpen itt voltak az Isten házában. Érsem atyának szeretnék átadni két ajándékot, az egyik a Szelekovszki Mattának, iparművésznek, kerámikus iparművésznek az alkotása, Jézus Krisztus a kereszten. És azt a pillanatot ábrázolja, amikor Jézus azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És az atyának a kezével ajánlja az ő egész életét. Amikor a kereszt a vállunkon van, akkor óriási súlya van, és nagyon nehéz. Amikor kitesszük Krisztus keresztét akár a falra vagy a templomban, akkor pedig az imádságban eljutod ahhoz, hogy a szenvedését el tudjuk viselni. Hát mi is ezt úgy ajánljuk az Érsek atyának, hogy ez a kereszt, amikor rámész, mert Krisztusnak ezek a nagyon mély szavai, az utolsó szavai, amivel átérte az elhagyatottságot, de mindent az atyára bízott, az Érsek atyának is, a sok nehéz szerelendője, döntése, meg minden, ami a lelkipásztorodnak a püspöki munkával jár, hogy adjon neki előtlenni, és valóban előforrás legyen számára. És ezt a keresztet szeretném Érsek atyának most átadni. Köszönöm szépen. 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 Mindenkit felsorolt József atya, plébános atya, akinek köszönetet kell mondani, hogy nekem egyszerű dolgom van, én csak annyit kell mondjak, hogy csatlakozom az ő szavaihoz. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik bármilyen módon részt vettek a mai ünnepünknek a szépétételében. De azért egy valakinek ő nem mondhatott köszönetet, úgyhogy József atya, köszönöm neked minden gondosságodat, minden munkádat, szolgálatodat, Balázs atyának, aki itt van közöttünk, aki segítette korábban a munkádat, Dávid atyának, aki most segíti, Lujdi Már testvérünknek, és hát emlékezzünk Vince atyára, aki hűséges lelkipásztora volt ennek a közösségnek is, és hát ő kezdeményezte annak idején a templom felújítását, az Úristen legyen örök jutalma. Hálásan köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehettem az egész közösségre, kérem az Úristen bőséges áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, legyen áldott az Úr neve, most és mindenekké. Segítségünk az Úr nevében, aki az neked és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szemmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkünk pásztora, te Thank you.
szívünk.